nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felkészülés a városvezetői munkára. Fontos dokumentumokat vett át Berlinger Attila, Szekszárd megválasztott polgármestere. Múzeumok éjszakája. Számos program várta az érdeklődőket Tolna vármegyében. Felhatalmazás. Megkapták megbízó leveleiket a dombóvári képviselők. Családi nap. Kikapcsolódás a Tamási Hús Kft. Dolgozóinak. Átadás átvételi eljárás formájában a polgármesteri hivatal működéséről és az önkormányzat elmúlt éveiről szóló dokumentumokat vett át Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere, Gyurkovics János alpolgármestertől. Berlinger Attila június 27-én csütörtökön teszi le városvezetői esküjét. A kormányhivatal munkatársaival, Szekszárd jegyzőjével és Gyurkovics János alpolgármesterrel egyeztetve vett át különböző, polgármestert érintő dokumentációkat Berlinger Attila, a vármegye székhely frissen megválasztott városvezetője. Azért ennek a nagy része az nem fizikailag papír alapon kinyomtatva van, hiszen több tonnányi anyagról beszélünk, ez más adathordozókon kerül ilyenkor átvételre. Én azt gondolom erről, hogy ebben a aktuális helyzetben, amelyben most Szekszárd létezik, hogy egy polgármester ebben az országban kicsit korábban lép be a hivatalába, előbb veszi át a jogköreit, mint az ország többi részében, ahol október 1-től jönnek majd az új polgármesterek és a testületek. Ez talán a városunk számára hasznos is lehet, hiszen van most egy átmeneti néhány hónapos időszak, ami alatt az új képviselőtestület felállásáig a polgármester úr, a jegyzőasszonnyal és a hivatal szakemberével részleteiben is sikerül megismerni a napi működéshez szükséges előírásokat, pénzügyi adatokat, jogi és más természetű információkat. A képviselő tehát az országban egyedüli módon október előtt kezdheti meg a munkát, hiszen a városnak idáig nem volt polgármestere. Ezeket a feladatokat Gyurkovics János alpolgármester látta el. Szerencsére talán az is ilyenkor jól jön, hogy azért 20 évet a polgármesteri hivatalban dolgoztam, ugye köztisztviselőként természetesen egy másik területhez van az embernek több köze, de mégis a kollégák ismerete, kollégákkal való korábbi jó viszony az ebben is segít, hogy zökkenőmentesen zajlik le ilyenkor az átadás átvétel. Berlinger Attila június 27-én csütörtökön a közgyűlés ülésén teszi le polgármesteri esküjét. A képviselő egészen idáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről a jogszabályok szerint az új munkaköre miatt le kellett mondania. A mostani csütörtöki közgyűlésen ez is napirendként kerül előtérbe, hiszen a Babits Kulturális Központot egy önkormányzati 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság irányítja, ahol most az ügyvezetői pozíciómról már lemondtam, összeférhetetlenség miatt, most pedig a közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy ki lesz az új ügyvezető, ennek a napirendnek az előkészítése már zajlik. Gyurkovics János bízik benne, hogy az elkövetkező 5 év Szekszárd életében minőségi javulást hoz. Itt az elhangzottak előtt már megegyeztünk abba, hogy maximálisan támogatni fogjuk, segítjük. Október 1-ére, mire az új testület fel fog állni, akkor teljesen legyen számára átlátható, és minden olyan dolgokat ismerjen meg, minden olyan dolgokkal szembesüljen, amit majd a későbbi munkája során kamatozni tud és segíteni. A helyi testületbe a polgármester mellett bejutott 10 képviselő a kormánypártoktól, 3 az Éjjel Szekszárd Egyesülettől és 1 a Mi Hazánk Mozgalomtól. Tolna vármegye több településén is rendezvényeket szerveztek a Múzeumok Éjszakája országos eseményeire. Dombóváron, illetve Bonyhádon is érdekesebbnél érdekesebb előadásokat és kiállításokat nézhettek meg a látogatók. Országszerte közel 450 helyszínen mintegy 2500 kulturális eseménnyel várta a látogatókat hazánk legnépszerűbb kulturális rendezvénysorozata, a Múzeumok Éjszakája. A Tolna vármegyei múzeumok is csatlakoztak színes programokkal. Stábunk a dombóvári, illetve bonyhádi helyszíneken járt. Ma este pedig itt a Múzeumok Éjszakáján a dél-dunántúli régió magyar fotóművészeinek természet és állatfotóiból nyílt kiállítás. Ezzel is csatlakoztunk az Állatbarát Könyvtár országos programsorozathoz. Ez az az éjszaka, amikor minden életre kell.
Dombóváron 13 helyszínen várt a látogatóit a múzeumok éjszakája. Felkérésüknek elegettéve már több alkalommal tartok itt tárlatvezetést most az idei múzeumok éjszakáján. Igaziból a Zsuzsa kért föl, Balipap Zsuzsa, a művelődési ház közművelődési szakembere kért fel engem, hogy tartsak tárlatvezetést, mert tudta, hogy érdekel a történelem, és emellett szülőfalum Nagyberkihely történetét is kutatom, úgyhogy a felkéréseknek elegettéve jövök ilyenkor a múzeumban, amit nagyon szívesen teszek, és nagyon szívesen tartok tárlatvezetéseket, mert én egy nagyon fontos missziómnak tartom ezt, hogy ha lehet így fogalmazni, hogy a múltat feltárjam és közzé tegyem az emberek számára. Farkas István, a Bonyhádi Völgységi Múzeum igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is új programokkal készültek. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal, igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni, a szép emléket a mai nappal. Dömény Krisztina elárulta, miért tartja fontosnak a múzeumok látogatását. Mert nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam, kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. A leghosszabb éjszakán az ország minden szegletében az összes korosztály megtalálhatta a kedvére való attrakciót. Személyautó futott rá egy munkagépet szállító kamion pótkocsijára. Majd azt követően a szalagkorlátnak ütközött péntek délután Szedres közelében az M6-os autópályán. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi sofőrjét mentőhelikopter szállította a kórházba. A Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatott, hogy idén 128 esetben vonultak a Vármegye lánglovagjai közlekedési balesetekhez, amelyeknél összesen 80-an sérültek meg, míg további 4 ember életét már nem lehetett megmenteni. A megváltozott időjárási feltételek, rossz látási viszonyok, a koncentrációt negatívan befolyásoló hőség mellett fokozott óvatosságra van szükség. Az elmúlt héten egy országos ellenőrzés keretében az ittas és bódult sofőrök kiszűrésére koncentráltak a Tolna vármegyei rendőrök. A hétvégén 13 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy esetben súlyosan megsérült Bonyhád közelében az a motoros, aki a vezetés megkezdése előtt ivott. A mért eredmények alapján 6 esetben büntető feljelentést tettek a hatóságok, és felfüggesztették az ittas sofőrök vezetési jogosultságát. A többi 7-nél közigazgatási bírságot szabtak ki. Számos Tolna vármegyei településről is érkeztek szurkolók vasárnap Stuttgartba, ahol a magyar labdarúgó válogatott a németországi Európa-bajnokságon Skócia nemzeti 11-je ellen játszott rendkívül fontos mérkőzést. A hangulat továbbá a szurkolói teraszokon, köztük Szekszárdon és Dombóváron is kiváló volt. A tolnai drukkerek végül győzelmet ünnepelhettek, a mérkőzés utolsó percében szerzett magyar találattal alakult ki az 1-0-ás végeredmény. Nem sokkal korábban az öröm pillanatait aggodalom előzte meg, ugyanis a korábban Pakson futballozó Varga Barnabás egy ütközés során agyrázkodást és többszörös arckoponya csonttörést szenvedett. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a játékos állapota stabil. Dombóváron átadták a polgármesteri és képviselői megbízóleveleket. Az önkormányzati választáson összesen 8 választókerület és 3 nemzetiségi önkormányzat képviselőire szavazhattak a helyiek. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere beszédében kiemelte, reméli, hogy a jövőben egy szoros együttműködéssel fejleszthetik a várost. Nagyon fontos, hogy mai nap ezeket a megbízó leveleket át tudtuk venni, hiszen ez Dombóvár szempontjából egy lényeges nap volt, amit azért is szeretnék kiemelni, mert nem csak a helyi önkormányzati képviselők kapták meg, hanem nemzetiségi önkormányzati képviselői.
Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a partnerség megvolt eddig, továbbra is meg fog maradni, és náluk Isten igazából személyi változás sem történt. Ami változást fog hozni az életünkben, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál három új képviselővel tudnak benne alakulni. Remélem, hogy újra tudják önmagukat éleszteni, és tartalmas programokat hoznak el a gombavárok számára. Sajnos félúton menet közben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogyott. Azok a személyek, akik most megválasztásra kerültek, megítélésem szerint biztosan garanciák arra, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő, hogy az előttünk álló ciklus 2024-29-ig sikeresen végig tudják vinni. Majlát László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselője elmondta, az oktatás színvonalát szeretnék növelni, segítve ezzel a hátrányosabb helyzetű gyerekeket. Én 16 évig voltam itten kisebbségi önkormányzat vezetője, illetve egy alapítványnak az elnöke, ami most is létezik és oktatással foglalkozik. Ezen továbbra is az elnöke vagyok. De ugyanazt szeretnénk folytatni, amit abban az időben, 2012-ben abba hagytunk. Lényegében gyerekekre van a hangsúly, inkább az oktatásra. Szeretnénk egy önálló iskolát, ami nem olyan oktatást, hogy reggeltől estig, hanem mikor végeztek az általános iskolába, elgebédeltek, akkor átjönnek. Ugyanígy volt régen is, és felzárkóztatás. Horváth Józsefné kifejtette, októbertől újult erővel fognak azon dolgozni, hogy a pályázatok maradéktalanul megvalósuljanak. A saját körzetemből beszélve, Szuhajdon, ez nagyon-nagyon problémás, mert a sok eső miatt komoly feladataink vannak, tehát én azt üzenem minden fent a választóimnak, hogy Szuhaj következik, viszont vannak olyan terveink, olyan előkészített projektjeink, amelyek ugye most a jelenlegi gazdasági helyzet miatt abba maradtak, bízunk benne, hogy ebben változás lesz, a nagy terveinket meg tudjuk valósítani. Távol létüket négyen jelezték, így ők majd egy későbbi időpontban vehetik át a megbízó leveleiket. Erős vihar és esőzés csapott le szombaton az ország több területére, köztük Tolna vármegyére is. Itt éjfélig másodfokú figyelmeztetés volt érvényben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltóknak jelentősebb károk miatt nem kellett kivonulniuk. Felhívták a figyelmet, hogy a vihar esetén az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, javasolt védett helyre vinni. Június 23-án a Szekszárdi Evangélikus templomban tartotta évadzáró hangversenyét a Gárdonyi Zoltán református együttes. Éneküket Lozsányi Tamás kísérte orgonán. Az eseményt Rácz József református lelkipásztor, a Tolnai Református Egyházmegye esperese kezdte áhítattal. A közreműködő siklósi Tenkes Vegyes Kar és a Komlói Munkás Kórus színvonalas előadása emelte a zenei eseményt. Összesen 40 ezer forint persejpénz gyűlt össze, amely a Vakok és Gyengénlátok Tolna megyei egyesülete tevékenységét segíti majd. Ebben az évben 30 éves ez az együttes, és minden a három évtizeddel alakult megalakulás kor célként kitűzött gondolatok jegyében telik, és most úgy gondoltuk, hogy mind a két kórusát meghívjuk. Nagyon sok alkalommal volt lehetőségünk már jótékonykodni. Most már több egyszerre ajánljuk fel a persejpénzt a Tolna megyei Vakok és Gyengéllátók Szövetségének. Szabadtéri ünnepi szentmise keretében Szent János és Pál kápolna búcsúját tartottak Szekszárdon a hétvégén. A szentmisét Bíró László püspök celebrálta, közreműködött Petkó Tamás plébános is. A nap ezt követően Szent László napi megemlékezéssel folytatódott a Béla király téri szobornál. A paksi Grósz Adél lett a Miss World Hungary szépségverseny közönségdíjasa. Adél 23 éves, idén januárban végzett a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi karán nemzetközi tanulmányok szakon. A jövőben célja, hogy szerezzen még egy mesterdiplomát. A zsűri voksai alapján a versenyen a Miss World Hungary címet Katzenbach Andrea kapta. A Tamási Hús Kft. Minden évben tart családi napot.
kollégáknak, gyerekeknek, szülőknek kötetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Gazdag műsorkínálattal és kísérő programokkal lett izgalmas idén is a nagyszabású rendezvény. Horváth Milán, a műsorok felvezetője ismertette a kínálatot. Rengeteg csodás fellépő volt, legfőképpen tamásiak, többek között szeretném megemlíteni a cserlányokat, illetve a bolhazsák zenekart, ugye, és a latintánc show műsort, ami majd a későbbiekben fog következni, illetve hát jön majd az unokatestvérem Jankó, és én, Milán fogunk majd az est végén zárni egy latinos műsorral. A dolgozók örülnek a kezdeményezésnek, elmondásuk szerint jó kizökkenni a hétköznapi hajtásból. Ettünk rántott hús, szalmakrumplit, lángost, nagyon finom volt, minifánkot is ettek a gyerekek, fagyisztunk is, az is nagyon finom volt, légbároztak egy csomót, dodzsemeztek, most várják a Skander versenyt, úgyhogy nagyon jó, szerintem nagyon jó, nekünk tetszik. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. Péter Schulz ügyvezető igazgató szívesen fogadja a rengeteg érdeklődőt, és azt, hogy az egész hetes kánikula ellenére hétvégén kedvezett az időjárás a programnak. Es ist zum Glück nicht ganz so heiß wie die anderen Tage, wie gestern. Nagyon örülünk neki, hogy kegyes volt hozzánk Isten és az időjárás, hogy nincs akkora hőség, mint tegnap, most kicsit jobb idő van. Talán a szél majd kicsit leül. Reméljük, hogy a gyerekek és a családok is jól fogják érezni magukat. A magyarok igazi húsimádók, a termékek népszerűsége töretlen az országban. Ehhez nélkülözhetetlen a kiváló alapanyag minőségének fenntartása. Magyarországon a legkedveltebb termék a füstölt bacon szalonna. Nagy sertéshús fogyasztó társadalom vagyunk. Itt mindenki szereti magának megsütni otthon úgy, ahogy neki kedvére való. Ez az, ami a legnagyobb mennyiségben fogy. Itt sok jó minőségű sertés van, és a munkaerő is kiváló. Hervorragende Mitarbeiter im Schweinefleischbereich hat aber auch sehr, sehr, sehr gute Qualität. A családi napon minden adott volt a szórakozáshoz. Finom falatok, kellemes zene, érdekes bemutatók. Nem véletlen minden évben a sok látogató. Regionális híreink következnek. Ritka, különleges és drága. Először árultak szarvasgombát a pécsi vásárcsarnokban. Védjük a bőrünket a napsugárzás ellen. Nyári jó tanácsok a szakembertől. Szép kártya, idén is kedvelt fizetőeszköz. Első alkalommal kínáltak eladásra szarvasgombát az új pécsi vásárcsarnokban. Az árusok maguk gyűjtötték ezt a különleges fajt az erdőben, amit speciálisan kiképzett kutyáikkal keresnek. Az igazi luxus terméknek számító szarvasgombát sokan megnézték a gomba árusítóknak fenntartott részen. Szarvasgomba a pécsi vásárcsarnokban a pulton. Ez az első eset, hogy ilyen ritka és drága terméket kínálnak ebben a létesítményben. Az árusok nem akartak szerepelni, de azt elmondták, ez a nyári szarvasgomba. Az ára 50 ezer forint kilónként. Kisebb darabokra vágva kínálták, így néhány grammos kiszerelésben néhány ezer forintért hozzá lehetett jutni. Most jelentek meg először ilyen termékkel. A gomba gyakori, csak hát nem találjuk meg, mivel a föld alatt található, tehát kutyákkal keresik, és mindenféle engedély, külön engedélyek kellenek, de a hölgynek minden engedélye megvan, és ezért engedélyeztük ma árusítani. Azért ilyen drága, mert ritkán találnak érett szarvasgombát, mondja a szakértő. Sokszor előfordul, hogy kertekből is hoznak, tehát erdőszéli kertekből, ásás folyamán, kijön a szarvasgomba. Nagyon sokszor úgy jön ki, úgy találják meg, hogy még nincs megérve. Most annyi, hogy a kutyákkal, amit találnak, az meg van érve, mert a kutya a szag alapján találja meg, de ha nincs megérve a szarvasgomba, akkor nincsen illata, tehát nincsen aromája. Ez olyan, mint egy zöld baraszt lenne a fán, tehát értéktelen még. Különleges aromája teszi értékessé, és nem is szabad hőkezelni a szarvasgombát. Kész ételre tesznek néhány szeletet, mint egy fűszert, úgy használják a konyhában. Nyújtésüket szigorúbban szabályozzák, mint a többi gombafaj esetében. Az erdészeti törvényben úgy van, hogy magánszemély 2 kilót gyűjthet naponta saját használatra. Az árusoknak külön engedély kell, vagy az erdészettől, vagy magánerdő tulajdonosoktól kell engedély, és ők hozhatnak nagyobb mennyiséget.
A szarvasgombához külön tanfolyamot kell elvégezni, és külön gyűjtési naplót kell vezetni, tehát ott még egy kicsit bonyolultabb. Ezt a videót az árusok készítették, akik Helesfáról érkeztek. Ők maguk kiképzett kutyáikkal keresik az erdőben a szarvasgombát. A gyűjtés mellett vannak, akik megpróbálják ültetvényen termeszteni ezt a fajtát. Magyaróvesszők gyökérzetét fertőzik meg, úgymond ezzel a gombával, és így ültetik el. Azonban a termőre fordulásig 7-8 év is eltelhet, így jelentős költsége van ezeknek az ültetvényeknek. Figyelni kell a napi UV-indexet és megtenni a szükséges védő intézkedéseket a tűző napsütésben, mondta stábunknak a bőrgyógyász. A klinika igazgató kiemelte, hogy a szakmai ajánlások szerint nem javasolt a napozás, a szolárium használata. Ha bőr elváltozást veszünk észre magunkon, akkor napokon belül keressünk fel egy szakorvost. Erős napsütés, magas UV-sugárzás, ilyen idő jellemző ezekben a napokban. Bőrünk védelméről mindenképpen gondoskodnunk kell nyáron, mondja a szakember. Ezért kell figyelni például az UV-index alakulását. Ha az UV-index 3-as vagy annál erősebb, akkor mindenképpen oda kell figyelni azt, hogy védjük a testfelszínünket ruhával akár, alkalmazzunk fényvédő krémeket, használjunk sapkát, napszemüveget is, és lehetőség szerint keressük az árnyékot. 10 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Ha ezt mégis meg kell tennünk például a munkánk miatt, akkor a fényvédelmi eszközöket mindenképpen alkalmazzuk, mondja a doktornő. A bőrgyógyászok szerint a strandolási szokásainkat is át kell alakítani. Ma már bőrgyógyászati szempontból egyáltalán nem ajánlott az, hogy kifeküdjünk a napra a barna bőr érdekébe, úgyhogy ezt lehetőség szerint ezt ne csináljuk, és ugyanígy szolárium használat sem javasolt. Ha mégis sikerült leégni, akkor azt kezeljük. Mindenképpen valami nyugtató kenőcsöt, vagy habot, például tudnám ajánlani a pantenol tartalmú készítményeket, hogyha súlyosabb a napégés, akkor pedig a steroid tartalmú különböző lokális készítmények alkalmazhatóak. Akkor, hogyha már vannak szisztémás tünetek is, ugye ilyen egy hőguta jellegű, vagy napszúrás, ugye ki kell emelni, ugye, hogy megfelelő folyadékbevitel, valamint a hűs szobának a keresése, az nagyon fontos. A szakember kiemelte, hogy nem elég csak egyszer bekenni magunkat fényvédőkrémmel. A bőrünk védelmében ezt meg kell ismételni. 2-3 óránként kenjünk újra, tehát ha valaki reggel 8 órakor bekeni magát, vagy a bőrét, akkor ugye az délben már nem fog hatni, tehát ugye akkor már leéghet. Tehát mindenképpen többszörösen alkalmazzuk ezt, megfelelő mennyiséget használjunk, ez szintén nagyon fontos. Kenjük be az olyan testtájunkat, mint például a fül, a nyak, például kézfejeket szintén kenjük be, úgyhogy még erre fölhívnám a figyelmet mindenképpen. Dr. Lengyel Zsuzsanna kiemelte, ha valaki elváltozást vesz észre a bőrén, az anyajegye aszimmetrikus, megváltozik a széle, mérete vagy éppen a színe, akkor mindenképpen keressen fel bőrgyógyászt, lehetőleg 1-2 héten belül. Magyarországon évente mintegy 2500-3000 új melanómás, vagyis bőrrákos esetet diagnosztizálnak az orvosok. Továbbra is intenzív a szép kártya felhasználása. Idén, január és május között 139 milliárd forintot használtak fel a kártya birtokosok. Ez lényegében megegyezik a tavalyi év azonos időszakában elköltött összeggel. Ez a Százhalombattai család rendszeresen visszajáró ebbe a siófoki szállodába. Mint mondják, nagy könnyebbség, hogy az 5 tagúra bővült család szállását szép kártyával tudják fizetni. Nagyon jól jön, hogy a munkáltató ezt biztosítja, gyakorlatilag ezeket félretesszük, és ebből tudjuk ezt finanszírozni. A legtöbbször pihenésre, kikapcsolódásra használják fel a kártyán lévő egyenleget. Inkább a szállodát részesítjük előnybe, de gyakorlatilag, hogyha olyan programok vannak, amik így gyerekekhez köthetők, és azzal van lehetőség fizetni, akkor természetesen ott is fel szoktuk használni. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érintés nélküli, illetve a szép kártyával fizetők aránya a szállodában. A Covid óta elmondhatjuk, hogy az érintésmentes fizetési módok, így a szép kártya, bankkártya különösen erősödtek, ez nálunk 50% feletti, ezen belül a szép kártya 30%-ot meghaladó, úgyhogy igen, abszolút mondhatjuk, hogy a szép kártya meghatározó részét teszi ki a forgalmunknak. Biztatóak a nyári foglaltságok.
gazdasági adatok is úgy tűnik, erős szezon várható az idén is. Hál' Istennek nagyon erős tavaszunk volt, örömmel konstatáltuk, hogy nagyon magas foglaltság volt az évben egészen idáig. A június egy árnyalattal nehezebben indult, ugye hosszabb volt a tanév, cserébe viszont ugye a téli szünet is hosszabb volt, ugye az éveleje nagyon erősen indult. A június is szépen megtelt, most 80%-ot valamivel meghaladó foglaltsággal számolunk, viszont a július-augusztus az már most látszik, hogy kiemelkedő foglaltságot hoz idén is. A pihenni vágyók jelentős része már jó előre megtervezte nyári pihenését, és időben le is foglalta szállását. Annak, aki még csak most tervezi nyári szabadságát, nem érdemes túl sokáig várnia, hiszen a főszezon közelettével egyre kevesebb a szabad szállás a Balatonnál. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Felkészülés a városvezetői munkára. Fontos dokumentumokat vett át Berlinger Attila, Szekszárd megválasztott polgármestere. Múzeumok éjszakája. Számos program várta az érdeklődőket Tolna vármegyében. Felhatalmazás. Megkapták megbízó leveleiket a dombóvári képviselők. Családi nap. Kikapcsolódás a Tamási Hús Kft. Dolgozóinak. Kedden változó erősségű felhősödések zavarhatják meg időről időre a napsütést. Az ország túlnyomó részén napközben nem lesz jellemző a csapadék. Ismét fokozódik is a nappali felmelegedés, az évszakos átlag köré várható a maximum hőmérséklet. Késő este éjszaka, dél felől terjeszkedve újból megnő a heves zivatarok kialakulásának veszélye. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!